Útzár, elhalasztották a vasúti átjáró felújítását. Szennyvíztelep, hamarosan elkezdődik a munka. Névadójukra emlékeztek, sikeres Székács nap. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket az Orosházi Városi Televízió híradójában. Nézzük is a legfontosabbakat. Nem okozott jelentősebb fennakadást a közlekedésben a március végi rendkívüli időjárás. Mintegy 10 centi hó esett Orosházán és térségében hétfő este óta. A Békés-megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság körültekintést és fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől. A havazás kezdete hétfő késő délután óta a Magyar Közút Orosházi üzemmérnökségének 5 gépe folyamatosan dolgozik a kezelésük alá tartozó 380 kilométeren. Ennek köszönhetően nincs járhatatlan út az orosháziakhoz tartozó területen. Az Orosházi Városüzemeltetés és Szolgáltató ZRT is bevetette gépeit. A város főbb útjait, valamint a kerékpárutakat kedd délelőtre már letakarították, ezt követően a mellékutakon dolgoznak a gépekkel. A közmunkások pedig a járdákat és az átkelőhelyeket takarítják, ameddig az szükséges. A meteorológiai előrejelzés szerint az ország nagy részében folytatódik a havazás, a Békés megyét borító néhány centis hó azonban folyamatosan olvad. A megyei katasztrófavédelemtől megtudtuk, a megye tűzoltói több mint 10 alkalommal vonultak március 25-én este, valamint március 26-ára virradóra árokba csúszott járműveken segíteni. A Békés megyei katasztrófavédelmi igazgatóság körültekintést és fokozott óvatosságot kér az útnak indulóktól. Elhalasztotta a MÁV a Szentesi úti, Laktanya melletti vasúti átjáró felújítását a havazás miatt. Nincs útzár, lehet arra közlekedni. A MÁV március 25-28 között tervezte a Szentesi úti vasúti átjáró teljes útzár mellett történő felújítását. A rendkívüli időjárás miatt azonban a közlekedési társaság a munkálatokat későbbre halasztotta. Ezért a korábbi híradásokkal ellentétben a közúti forgalomban sincs változás. A Kiskunfélegyháza Szentes-Orosháza vasútvonalon az egykori határőr laktanya melletti vasúti átjáró átépítése során a vasúti pálya alépítményét és a síneket is teljesen kicserélik majd. Az új időpontról mi is tájékoztatjuk nézőinket. Április első felében megkezdődhetnek az első munkálatok a szennyvíztisztító telepen. A helyzet annyiban sajátos, hogy a bővítés felújítást működő telepen hajtják végre. Az 1,8 milliárdos beruházás az orosházi szennyvíz projekt része, amelynek mintegy 85%-át uniós forrásból valósítja meg a város. Szemtanúk jelentkezését várja a rendőrség. Az elmúlt időszakban egy ismeretlen férfi több autóról is lelopta a visszapillantó tükröt a belvárosban, videó is készült róla. Az orosházi rendőrkapitányság eljárást folytat, lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértések elkövetése miatt ismeretlen személy ellen, aki az elmúlt időszakban Orosháza belvárosában több személygépkocsi visszapillantó tükrét kiszerelte és eltulajdonította. Az eljárás során sikerült beszerezni egy videófelvételt, melyen az ismeretlen férfi látható a lopás elkövetése közben. A rendőrség kéri a lakosságot, hogy amennyiben a videón látható személyt felismerik, jelentkezzenek az orosházi rendőrkapitányságon, vagy bármelyik rendőri szervnél, rendőrnél. Bejelentéseiket telefonon is megtehetik a 0668 411 344-es számon, illetve a rendőrség 107-es, 112-es segélykérő számain. A rendőrség a bejelentő adatait bizalmasan kezeli. Április első felében megkezdődhetnek az első munkálatok a szennyvíztisztító telepen. A helyzet annyiban sajátos, hogy a bővítés felújítást működő telepen hajtják végre. Az 1,8 milliárdos beruházás az orosházi szennyvíz projekt része, amelynek mintegy 85%-át uniós forrásból valósítja meg a város.
Folyamatos az egyeztetés a szennyvíztelep felújítása bővítése kapcsán. Az uniós pályázathoz kapcsolódó beruházás fontos mérföldkőhöz érkezett. Az érintett hatóságok meghívásával zajlott a munkaterület átadás átvételi folyamat. A helyzet sajátos, hiszen a munkálatokat a működő telepen kell végrehajtani, így nagy szerepe lesz a kivitelező és a szolgáltató közötti együttműködésnek. A lakosság ebből nem sokat fog észrevenni. Ezt már az üzemeltető Alföldvíz ZRT orosházi vezetője mondja. A telepen elvégzendő munkák két részből állnak. Gyakorlatilag két része bontható a kivitelezési munka. Van egy meglévő üzemrész, amelynek mondhatom, hogy meglehetősen rossz állapotban lévő műtárgyai vannak. A műtárgyak egy jelentős része felújításra kerül. Másik része, amelyek nem kapnak funkciót ebben az új kivitelezett változatban, ezek lebontásra kerülnek. Hát egy felújításra kerülnek a biológiai medencék, utóülepítők, új műtárgyként jön létre rács műtárgy előülepítő, illetve egy utóülepítő műtárgy. Jelenleg vízjogi létesítési engedélyre várnak, de addig, amíg a szükséges felhatalmazások meg nem érkeznek, a komposztáló telepre, valamint a bővítési terület irányába vezető út munkálatait kezdhetik meg. Azokban az utcákban, ahol már lefektették a csöveket a csatornázás keretében, a lakók a rákötési határidőkről érdeklődnek. A házi vezetékek építésére vonatkozó felhívást a szolgáltató fogja kibocsájtani, de egyelőre türelemre int. Maga az, hogy jó mű épüljön, ahhoz az építés, tehát a csatorna lefektetése, elgerebjézése és maga a minősítés között 3 hónapnak minimálisan el kell telnie. Azok az utcák, azok az öblözetek, amelyek legelőször kezdődtek, azok körülbelül most vannak abban a stádiumban, hogy most kezd ketyegni ez a 3 hónap. Én azt merészelem mondani, hogy a június-július magasságában már lesznek olyan kisebb szakaszok, kisebb utcák, ezt majd el kell dönteni, hogy melyik az a legkisebb egység, amit észszerű átadni. Már lesznek olyan utcák, ahol ezek a rákötések megkezdődhetnek. Ez, ahol új öblözet épül, ott sokkal később, mert ott átemelőnek is kell épülni, tehát itt kimondottan csak azokra az utcákra szabad gondolni, ahol egyénileg, egyedileg és nem öblözet átemelővel együtt épült. A csatornázásban érintett utcalistát megtalálják a Képújságon, az Orosz Kafén, valamint a beruházás honlapján oroshaza.szennyvízprojektek.hu. Fokozott ellenőrzésekre kell számítani az utakon. Józan húsvét elnevezéssel indított kampányt a rendőrség az itta sofőrök kiszűrése és a közlekedési balesetek megelőzése érdekében. Április 1-ig tart az akció, Békés megyében is kiemelten ellenőriznek. Kerékpárost ellenőriznek a rendőrei egy korábbi akció keretében Orosházán. Országos szintű fokozott közúti ellenőrzésekre kell számítani a húsvéti ünnepi időszakban, valamint az azt megelőző napokban is, áll az Országos Baleset Megelőzési Bizottság és az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében. A hatóság célja az ittas járművezetés visszaszorítása, a forgalom segítése és a közlekedés biztonság javítása. A Józan húsvét elnevezésű kampány március 25-től április 1-ig tart. Március 25-e és 29-e között az ittas vezetők kiszűrése mellett elsősorban a járművek műszaki állapotát veszik górcső alá. Kiemelt figyelmet fordítanak a kerékpárok kötelező és ajánlott felszereléseinek meglétére, és ellenőrzik a motorosokat is. A kampányidőszak második felében, március 30-a és április 1-e között, a húsvéti ünnepek alatt a rendőrség elsődleges célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedő gépjárművezetők, kerékpárosok kiszűrése és az agresszív, szabályszegő közlekedők intézkedés alávonása. Ellenőrzik emellett a passzív biztonsági eszközök használatát is. Békés megyében tavaly húsvétkor nem történt személyi sérüléssel járó közlekedési baleset, egy évvel korábban, 2011-ben azonban 2 szerencsétlenség is volt, és mindkét esetben ittas közlekedő okozta a tragédiát. A Veszíts el egy könyvet játék 5. születésnapját ünnepelte pénteken. Ez alkalomból megnyílt az új strandkönyvtár Gyopáros fürdőn, és könyvelhagyó napot tartottak, amely közös olvasással kezdődött az Árpád kertben.
A nagy könyvelhagyás közös olvasással kezdődött péntek délután az Árpád kertben. A flashmob-szerű megmozduláson a könyvtár dolgozói, olvasókörének tagjai is részt vettek, és a gyermek és ifjúsági önkormányzat is képviseltette magát. 10 perc olvasás után mindenki elindult elhagyni a kezében lévő könyvet. Az országos játék 5. születésnapja alkalmából megnyílt a Strand könyvtár gyopáros fürdőn. Nagyon örültünk, amikor a könyvtár kezdeményezte, hogy akár csak a régi római korokban, a fürdőkben elhelyezett könyvekkel a vendégek a kikapcsolódásukat színesebbé tehetik. Ebben a pillanatban a könyvtár úgy működik, és reméljük ez így is maradhat, hogy a vendégeink becsületességében bízva bárki elviheti a strand területén a könyvet, majd vissza kell, hogy tegye. A fürdő a kisgyermekes szülők felé nyit, számukra már nem csak a játszóház áll rendelkezésre, hanem egy félfalnyi gyermekkönyv is. Amikor felmerült ez az ötlet, akkor nagy örömünkre teljes nyitottságot tapasztaltunk a fürdő részéről, tehát nagyon nagy kedvel láttak ők is munkához, és tulajdonképpen bő egy hónap alatt az ötlettől a megvalósításig eljutottunk, ez szerintem nagyon jó volt. Aminek külön örülünk, hogy Jopáros fürdővel sikerült készítetnünk egy közös könyvjelzőt is, amelyet minden új beiratkozott olvasó meg fog majd kapni, illetve most az elhagyott könyvekbe is betettük. A könyvelhagyó hétvége nyertesét a napokban fogják értesíteni, hiszen idén országos szinten kisorsolnak egy 2 személyes wellness hétvégét a Hotel Napsugár és Gyopáros fürdő jóvoltából. Névadójukra emlékeztek a Székács iskolások. A március 22-én rendezett Székács nap keretében az orosházi evangélikus oktatás múltjával, iskolájuk történelmének fontos állomásaival is megismerkedhettek a diákok. Elmaradtak a tanórák pénteken a Székács iskolában, helyette névadójukra Székács Józsefre emlékeztek, és intézményi múltját elevenítették fel a tanulók. A hagyományosnak számító rendezvény idén is számos interaktív programot kínált a diákoknak. 2009. szeptember óta lettünk Székács József Evangélikus Iskola, és amikor a nevét felvettük, az első évben ez volt a legfontosabb teendőnk, hogy mi magunk, felnőttek is elmélyedjünk abban a fantasztikus életútban, ami a mai nemzedékeknek is szolgálhat életcélul, illetve hogy a gyerekeket is közel hozzuk ahhoz a korhoz, illetve ahhoz az emberhez, aki szegény sorból, de nagy elhivatottsággal, akarattal, szolgalommal és a tehetségét gondozva, ápolva az ország papjává vált. Az alsó tagozatosok az evangélikus népiskola múltját ismerhették meg, amelyet a Zombáról érkezett családok alapítottak. A kisiskolások talán a citerával kísért közös éneklést élvezték leginkább. A felső tagozatosok a díszterembe költöztek, ahol a programok bemutatták az újraindult iskola 20 éves történelmét, hiszen az államosítás után csak 1992-ben lett ismét iskolája az evangélikus egyháznak. A diákok egykori igazgatójuk előadását is meghallgathatták a kezdetekről és a nagyszabású építkezésekről. Az első osztályok voltak egyháziak, a többi osztály pedig maradt világi, addig, amíg az egyházi osztályok túl nem nőtték létszámban a világi osztályokat, akkor vett át az egyház fenntartásra. Amikor ez az iskola elindult, sok-sok küzdelemmel és sok-sok harccal, de én úgy gondolom, hogy ha most szétnézek és látom a gyerekeket, akkor is, és egyébként is elmondhatom, hogy megérte. A gimnazisták 2 évfordulóra emlékeztek, hiszen városunkban 80 éve indult a gimnáziumi tanfolyam, mely alapjául szolgált a 75 éve alapított orosházi evangélikus gimnáziumnak. A rendezvényre ellátogatott az intézmény egykori diákja is, aki 1947-ben szerzett érettségit. Örömmel látom, hogy ilyen nagy lett a gimnázium, mert a miénk az egy régi házba volt, amit lebontottak. De nem az volt a fontos, hogy régi legyen, hanem a lelkesedés. A délelőtti programok zárásaként hálaadó istentiszteletet tartottak, szombaton este pedig egy nagyszabású gála műsorral ért véget a Székács napi rendezvénysorozat. A gálából részletet a Híradó után kommentár nélkül című műsorunkban láthatnak. Békés Sámsoni sikert hozott az Amazon Kupa. Második alkalommal rendezték meg a szentetornyai amazonok a női teremlabdarúgó tornát. A küzdelmes mérkőzéseknek március 23-án az Ötvös Csarnok adott otthont. Március 23-án rendezte meg a szentetornyai amazonok sportegyesülete a második Amazon Kupa elnevezésű női labdarúgó tornát. Tavaly Füvön tartottuk meg az első tornánkat, szeretnék ezt hagyományát tenni, és külön
öröm számunkra, hogy itt az ötvös sportcsarnokban tarthatjuk meg, mivel a csarnok életében nem volt még erre például, hogy női labdarúgó tornát szervezzenek. A tornára 9 csapat nevezett, köztük két orosházi, az oroslányok és a rendező amazonok csapata. Orosházán több éves hagyománya van a női labdarúgásnak. Az amazonok góllövője, Zvolenszky Kata is több éve rúgja a bőrt. Nálunk Szenttornyán nagyon kevés lehetőség van arra, hogy sportoljunk, és mivel a 90%-a a lányoknak a futballt választották, így mi is hozzájuk csatlakoztunk. Igazándiból ez az egy elfoglaltságban, és szeretjük csinálni. Mindenképpen szeretnénk elsők lenni, és szeretnénk megmutatni azt, hogy hazai pályán is tudunk nyerni. A küzdelmes mérkőzések végén a Békés Sámsoni lányok szerezték meg a kupát a Békés Csabai Vanted előtt. Harmadik helyen a torna rendezője a Szentetornyai Amazonok csapata végzett. Negyedik az oroslányok együttese lett. A gólkirályi címet a pusztaföldvári Püski Renáta szerezte meg. A legjobb kapusnak a Szentetornyai Pongrácz Anikó bizonyult. A legjobb hazai játékos díját Packó Mária érdemelte ki. 80 versenyző indult a Wesley iskola által kedden rendezett megyei grundbirkózó bajnokságon. Fiúk és lányok is szőnyegre léptek súly és korcsoport szerint, köztük 33 orosházi sportoló. Bemelegítenek a fiatal és lelkes versenyzők a megmérettetés előtt. A Wesley iskola 8. alkalommal adott otthont a megyei grundbirkózó bajnokságnak. A verseny főszervezője a Fogyatékkal Élők Békés Megyei Szövetsége, támogatója az orosházi Spartacus Birkózó Klub volt. Próbáljuk ezt a sportágat is egy kicsit népszerűsíteni a gyerekek körébe, és úgy gondolom, hogy elég nagy sikerrel, így a 8. év már bebizonyítja, hogy pillanatnyilag 80 gyerek vesz részt a megmérettetésen, de volt olyan évünk, amikor 130-an. Az idei évben 4 helyről érkeztek a tanulók, Békésről, Békés Csabáról, Magyarbánhegyesről, illetve innen Orosházáról helyből. A grundbirkózó megyei bajnokság több, mint megmérettetés, hisz a kapcsolattartásról, a sport és mozgás népszerűsítéséről, valamint az egészséges versenyszellem kialakításáról is szólt. A Wesley iskolából 33 fővel indultunk, azért vagyunk ilyen nagy számban, mert az idei évben már az egész piciket is bevettük a küzdelmekben, tehát első osztálytól készítettem fel a gyerekeket erre a mai küzdelemre, egészen 10. évfolyamig, tehát ebből adódik ez a nagy létszám. A versenyen egyéni és csoportos díjazás volt. A diákok érmekkel, a győztes iskola pedig a Wesley kupával térhetett haza. Az Orosházi Városi Televízió keddi híradójának legfontosabb híreit nézzük még egyszer, röviden. Nincs útzár, elhalasztották a vasúti átjáró felújítását. Szennyvíztelep, hamarosan elkezdődik a munka. Névadójukra emlékeztek, sikeres Székács nap. Az Aradi Fotóklub kiállítása április 17-ig látható a Városi Képtárban. A híradó után kommentár nélkül erre a tárlatra invitáljuk Önöket, maradjanak velünk. További jó tévézést, viszontlátásra!